Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Ajándékcsomag az időseknek, több mint 4700 szépkorúnak tették szebbé a karácsonyát Szekszárdon. Fejlesztések Tolnán 184 millió forintot nyert a város önkormányzata utak és járdák rekonstrukciójára. Börtönben az embercsempész 97 migránst akart Nyugat-Európába szállítani, Dunaföldvárnál fogták el. Karácsonyi nagykövet adta át az ajándékot, az egyszülős családokat támogatták. Csütörtökig vehetik át az igényelt ajándékcsomagokat a szekszárdi szépkorúak. Idén több mint 4700 idős regisztrált az ingyenes adományra a Tolnai megyeszékhelyen. Az újonnan feliratkozók és azok, akik nem tudták a megadott napon átvenni a csomagjaikat, december 15-én és 16-án ezt még megtehetik. Utolsó nap is sok szépkorú érkezett, hogy kihasználják a Szekszárd város önkormányzata által nyújtott lehetőségeket, és átvegyék az ingyenes karácsonyi ajándékcsomagot. Ez a férfi azt mondja, nagy segítség ez így az ünnepek környékén. Ez nagyon jó dolog végre mi időseknek bármikor, mert azért nem az, hogy rá vagyunk nagyon szorulva, de igencsak jól esik végeredményben gondoskodás mindenről. A 62 éven felüli szekszárdi lakosoknak csak regisztrálni kellett ahhoz, hogy megkaphassák a többnyire tartós élelmiszereket tartalmazó csomagot. Ezt eredetileg november 2-a és 18-a között tehették meg, és 4394-en éltek is a lehetőséggel. Pótregisztrációra adtunk lehetőséget, mert közben a időpont lezárása után többen jelentkeztek, és hát természetesen december 10-e 12 óráig volt erre lehetőség, addig 374-en regisztráltak. Az első körben regisztráltak december 14-éig névsor szerint vehették át az adományokat. Az újonnan feliratkozóknak is beszerezték már a csomagokat, amikhez a meghirdetett pótnapokon juthatnak hozzá. Amikor december 10-én lezárult a pótregisztráció időpontja, akkor hamar ezeket a csomagokat meg kellett rendelni, úgyhogy rendben van a dolog, és december 15-én és 16-án kiosztásra tudnak kerülni. A keddi napon még közel 1000 csomag várt gazdára. Ezekért a két pótnapon, december 15-én és 16-án jelentkezhetnek a feliratkozók. 3575 új koronavírus megbetegedést igazoltak hétfőn. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.202.514 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 195 többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 37.079 főre emelkedett. 6507 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 563-an vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 6.192.000-en kaptak. Tolna megyében 82 új fertőzöttet regisztráltak hétfőn, ezzel a járvány kezdete óta összesen 25.273-ra nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Meghosszabbította 2022. június 1-jéig a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetet a kormány javaslatára az országgyűlés kedden. A törvényjavaslatot 133 igen, 2 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett fogadták el a képviselők. A kormány arra hivatkozva kezdeményezte a december 31-jéig tartó veszélyhelyzet meghosszabbítását, hogy így biztosítható a hatékony és gyors döntéshozatal ahhoz, hogy a járvány okozta nehézségekre rugalmasan lehessen válaszokat adni. Amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi, a kormány kezdeményezni fogja a veszélyhelyzet korábbi megszüntetését, olvasható a törvény indoklásában. Összesen 184 millió forintot nyert Tolna város önkormányzata utak és járdák rekonstrukciójára. Többek között megújul a Pajta tér, a Bartók Béla utca egy szakasza, illetve az Ötvös utca is. Appelshofer Ágnes polgármester elmondása szerint a 2022-es év első fele az útfejlesztésről fog szólni a településen. Tolnaváros képviselő testülete még augusztusban fogadta el az Út a jövőbe című felújítási programot, melynek keretében megterveztették a legforgalmasabb és nagyon rossz állapotban lévő utcák rekonstrukciós projektjét. Utóbbit a település vezetésben nyújtotta a kormánynak, és decemberben sikeresen elnyertek 184 millió forintot utak és járdák korszerűsítésére. Történetesen Tolnán az egészségháztól járdát építünk egészen a kápolnáig, itt térköves
járdáról van szó, illetve Mözsön a Szent István utcába, egészen a Malomtól a Versegi sarokig, tehát egy elég hosszú szakaszon, nagyon rossz állapotban lévő járda van mindkét területen. Továbbá a tervek szerint megújul a Pajta tér, a Bartók Béla utca egy szakasza, illetve az Ötvös utca is. A polgármester szerint az előző évekhez képest ez lényeges haladást jelent. Hozzáteszem azt is, hogy ebben az évben valósult meg két körben a belügyminisztériumi pályázatból utak rekonstrukciója, tehát a tavalyi forrást is, és az idei forrást is ebben az évben használtuk fel. Apelszófer Ágnes elmondta, hogy a 2022-es év első fele az útfejlesztésről fog szólni Tolna városban. Megérkezett az első vakcina szállítmány az 5 és 11 éves gyermekek oltásához Magyarországra. A koronavírus elleni Pfizer oltóanyagokkal a legfiatalabb korosztály oltására lesz lehetőség. Az 5 és 11 év közötti gyermekek immunizálása szerdán kezdődik hazánkban. Az érintett korosztályból első körben 69 ezeren kaphatják meg a vakcinát. A szülők már napok óta regisztrálhatnak az interneten az oltásra, a gyermekek kijelölt kórházi oltópontokon, valamint a házi gyermekorvosoknál kaphatják meg az oltást. A szakértők szerint fontos a gyermekek vakcinálása is, hiszen rájuk is veszélyes a Covid. Az osztályokon is ellátjuk őket, de sokkal rosszabb, amikor ott kell velük találkozni, sokkal jobb megelőzni. Nagyon nagy szükség van arra, hogy mindenki megkapja az oltást, a gyerekek is, hogy ebből fellélegezhessünk. Akár 16 év börtönbüntetést is kaphatott volna az a moldáv embercsempész, akit novemberben fogtak el Dunaföldvárnál, miközben 97 illegális migránst próbált Nyugat-Európába juttatni. A bíró végül ennél lényegesen kevesebb időre küldte rácsok mögé a külföldi bűnözőt. Fegyveres terrorelhárító körizték a kamiont, aminek a rakterében a moldáv embercsempész 97 migránst akart Magyarországon keresztül Nyugat-Európába szállítani. A kocsit Dunaföldvárnál állították meg a rendőrök. Az illegális határsértők közül többen menekülni akartak, de az egyenruhások feltartóztatták őket. Vezető száron bilincsben kísérték másnap a 22 éves embercsempészt a bíróságra. A tárgyalóteremben arról született döntés, hogy 30 napra letartóztatják. Magyarországi tartózkodási helyen nem rendelkezik, Magyarországhoz semmilyen módon nem kötődik. Kifejezetten és kizárólag a bűncselekmény elkövetése céljából érkezett Magyarországra, ezért a szökésétől és elrejtőzésétől tartani lehet. Az ügyészség szóvivője akkor azt mondta, fennállt a gyanú, hogy bűnszervezet tagjaként dolgozott a moldáv férfi, emiatt sem lehetett szabadon engedni. Azóta el is ítélték az embercsempészt. A járásbíróság gyorsított eljárásban járt el, megállapította a vádlott bűnösségét, több személynek segítségnyújtással, anyagi haszonszerzés véget elkövetett embercsempész is büntettében, mint bűnszervezeti elkövetőt. Vagyis bebizonyosodott, hogy az embercsempész egy nemzetközi bűnszervezet tagjaként dolgozott, ezért akár 16 év börtönt is kaphatott volna. A bíró viszont enyhítő körülményként értékelte, hogy a férfi a lánc legalján. Ezért a bíróság 3,5 év fegyházra ítélte, kitiltotta a feltételes szabadság kedvezményéből, és 7 évre kiutasította Magyarország területéről. Az ítélet viszont nem emelkedett jogerőre, ugyanis a moldáv bűnöző enyhítésért fellebbezett. Magyarországon is megjelent a koronavírus omikron variánsa, jelentette be Müller Cecília hétfőn. A fertőzést két laboratóriumi mintában mutatták ki, az egyik fertőzöttnek enyhe tünetei vannak, a másik középsúlyos állapotban van, és kórházban ápolják. A tiszti főorvos hozzátette, egyelőre több esetet nem fedeztek fel. Európában már közösségi terjedést mutat az omikron variáns, így várható volt, hogy Magyarországon is megjelenik ez a törzs. Müller Cecília szerint a harmadik oltás felvétele most mindennél fontosabb. 25 ezer forint értékben kapott 5 Tolna megyei településen élő egyszülős család tisztítószer csomagot a budapesti székhelyű egyszülős központ jóvoltából. A karácsonyi nagykövet kezdeményezésnek a keretein belül prominens személyek 100 vidéken élő rászoruló családnak juttatják el az adományt az ünnepek előtt. Tessék, parancsoljon! Sok szeretettel, boldog karácsonyt kívánunk! Köszönöm szépen!
Tisztítószerekkel teli csomagot ad át Várdombon Deregán Gábor, Tolna megye 2021-es karácsonyi nagykövete, a Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play Bizottságának a főtitkára. Az egyszülős központ nagyköveteinek segítségével 100 nehéz helyzetben lévő, vidéken élő egyszülős családhoz fejenként 25 000 forint értékű tisztító és tisztálkodó szereket tartalmazó csomag jut el karácsonyig. Kis Marian megözvegyült, egyedül neveli kisfiát, az alapítvány oldalán regisztrált és kérte a karácsony előtti segítséget. Egy évben egyszer kaptunk élelmiszercsomagot, és most évvégén egy tisztasági csomagot. Az egyszülős központ megalakulásától kezdve arra törekszik, hogy az ország minél több pontján tudjon segíteni az egyedülálló szülőknek. Ennek egy fontos mérföldköve a 2021 karácsonyi nagykövet kezdeményezésük. Adományaik vidékre történő eljutatása sokszor akadályokba ütközik, ezért helyi kötődésű prominens személyeket kértek fel a nagyköveti posztra, akik Budapestről még karácsony előtt elviszik a csomagjaikat az ország különböző megyeibe. És akik regisztrálnak, azok különböző ilyen programokba vehetnek részt, és kapnak folyamatosan tájékoztatást az egyszülős központnak a lehetőségeiről. Ezt azért mondom, mert ebbe a jogi tanácsadástól kezdődően a pszichológus igénybevételén át rengeteg dolog van. Például mondjuk csak egy ilyen gyakorlati példát mondjuk, amikor mozi jegyet kap, ha a központ felajánl egy mozi, mondjuk 30 mozi jegyet ingyenesen, akkor ezt meghirdetik, és akkor a szülők jelentkezhetnek rá, és akkor elmehetnek ingyen, akár moziba, színházba, vagy a mi esetünkben sporteseményekre szoktunk így jegyet adni nekik. Az egyszülős központ ebben az évben közel 400 családnak tudja könnyebbé tenni a mindennapjait, akik közül 250 vidéken él. Tolna megyében Szekszárdra, Szedrese, Tolnára és Vádombra juttatnak el karácsonyi csomagot. Az ünnepi időszakban a biztonságos hazai vérkészítmény fenntartása érdekében véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat. Aki teheti, ezekben a napokban is segítsen, hiszen a gyógyulásukra váró betegek is számítanak a véradókra, közölte a szolgálat hétfőn. Mint írták, december 13 és 23-a között szaloncukorral, míg december 27 és 31-e között szerencsehozó lencsével ajándékozzák meg a véradókat. A véradási helyszínekről és időpontokról az Országos Vérellátó Szolgálat honlapján lehet megtudni információkat. Az első fagyok beköszöntével fontos, hogy táplálékkal lássuk el azokat a madarakat, akik hazánkban töltik a téli hónapokat, nem vonulnak el melegebb éghajlatra. Ha a madáretetést egyszer elkezdtük, ne hagyjuk abba a következő év tavaszáig. A madarak idővel megszokják segítségünket, és számítanak arra, hogy az etető mindig tele lesz eleséggel. Cinkék csipegetik a magvakat az etetőből, jól jön nekik a hidegben az eleség. Az ősz beköszöntével nem minden madár vonul el melegebb égtájakra. Számos faj, mint a cinege, a nagyfakopáncs, a szajkó, a rozsdafarkú vagy a megyvágó inkább hazánkat választja az átteleléshez. A tél sikeres átvészelésében mi is segíthetjük kertünk vendégeit, ha ismerjük és betartjuk a következő fontos szabályokat. Hogy az első tartósabb fagyoktól, vagy ilyen tartós éjszakai fagyoktól az utolsó fagyokig érdemes ezt az etetést fenntartani. Nagyon fontos, hogy ha egyszer elkezdtük a madaraknak az etetését, akkor azt folyamatosan tartsuk is be. Számítanak rá, hogy könnyen elérhető táplálékforrást fognak valahol találni, és hogyha hirtelen abba hagyjuk ezt az etetést, akkor nagyon könnyen okozhatjuk a hozzánk szokott madárkáknak a pusztulását. A madáretetés nem véletlenül kizárólag a téli hónapok tennivalója. Szárnyas barátaink csupán a hideg időbe szorulnak emberi gondoskodásra, és ilyenkor nagyon fontos az, hogy mivel etetjük őket. Ilyenkor nekik az a fő, hogy minél nagyobb energiatartalmú táplálékot találjanak, tehát erre az olajos magvak, illetve az állati zsíradékok megfelelőek, viszont ez semmiképpen ne legyen sózott, pörkölt, fűszerezett. A sózott eleség már csak azért sem jó, mert ilyenkor télen a vizek is befagynak, és nem találnak megfelelő ivóhelyet a madarak, tehát ezzel is tudunk nekik az etetés mellett segíteni, hogyha egy friss vízforrást helyezünk az etető közelébe. A madáretetőket ideális valamilyen örökzöld fa közelébe tenni, hiszen sok madárfaj, köztük a cinkék is úgy táplálkoznak, hogy oda mennek az etetőhöz, felkapnak egy magot, és elviszik egy közeli búvóhelyre, és erre ezek a télen is lombkoronával rendelkező fák tökéletesen alkalmasak. A madarakat a téli hónapokat követően semmiképpen ne etessük. Ellenkező esetben hozzászoknak a tálcán kínált eleséghez, ezért a későbbi madárpopuláció képtelen lesz gondoskodni magáról, hosszú távon életképtelenné válnak. A régió híreivel megyünk tovább.
kidőlt fákhoz, letört ágakhoz riasztottak, Somogyban is jelentős károkat okozott a hétvégi vihar. Készülnek a világbajnokságra, Pécsen bizonyítottak a festődíszítő szakmunkások. Karácsonyra megteltek a balatoni szállodák, a szilveszteri foglalásokkal azonban egyelőre még kivárnak a vendégek. Somogyban is jelentős károkat okozott a hétvégi vihar. A megye tűzoltóit 73 esetben riasztották. A legtöbb esetben vasúti sínekre, parkolóautókra dőlő fákat, magasban lógó, letört faágakat távolítottak el. A hatalmas szél ketté törte Kaposvár karácsonyfáját is, de személyi sérülés egyetlen esetben sem történt. Hatalmas szél tombolt vasárnap délután Fonyódon. A vihar néhány partmenti épület tető szerkezetét is megrongálta. Az Országos Meteorológiai Szolgálat 106 km/h erősségű szelet mért sík területen a déli parti városban. Az orkán erejű szél miatt a Balaton több helyen is kilépett a medréből, a hullámok kicsaptak a partra. Nem csak Fonyódon, Balatonszemesen is tombolt a vihar a hétvégén. Sok a munkavállal, és kevés az ember, aki hát, hogy takarítanának. Balatonfenyvesen egy villanyoszlop és egy fa is kidőlt, de a megye más részein is útra, illetve parkoló autókra borult fákhoz riasztották a megye tűzoltóit. Kaposváron a Kossuth téren felállított hatalmas karácsonyfát is ketté törte a vihar, de a sávház állványzatának hálóját is megbontotta a szél. A Somogy megyén is átvonuló viharos erejű szél miatt 73-szor riasztották a tűzoltókat. Az egységek útra, melléképületre, sínekre, villanyvezetékre, illetve parkoló autókra dőlt fákat, magasban lógó fágakat távolítottak el, illetve 4 alkalommal a szél által megbontott épületszerkezeteket rögzítettek vissza. A tűzoltók a mai nap folyamán is több helyen, így a Balaton parton is folyamatosan dolgoznak a viharkárok felszámolásán. Bár sok esetben kellett veszélyt elhárítaniuk a megye tűzoltóinak, szerencsére a hatalmas viharban személyi sérülés nem történt. Előválogatott tartanak a jövő évi világbajnokságra Pécsen. Azonban nem egy sportágról van szó, hanem a festődíszítő szakmáról. Az ország legjobbja pedig hazánkat képviselheti Sanghajban jövő év októberében. Az előválogatón 10 mutatták meg szakmai felkészültségüket. Ők olyan fiatalok, akik közül a legidősebb csak jövőre tölti be a 22. életévét. Dolgoznak a festő-díszítő szakmunkások a Pécsi Pollák Mihály Szakképzőiskolában hétfőn. Országos válogatót tartanak a legjobbaknak. A végső győztes a szakmák világbajnokságára jut ki Sanghajba a jövő ősszel. A felkészítők között ott van egy fiatalember, aki már járt több világversenyen is. A 2019. szeptember világbajnokságán én képviseltem az országot. Majd 2021, azaz idén, Európa-bajnokságon vettem részt. Grácsban volt az Európa-bajnokság, ahol festődíszítő szakmában 4. helyezést ért el Olivér. Most a pécsi előválogatón a világbajnokságra készülnek, ahol például ajtót kell majd mázolni az egyik feladatban szúró technikával, ami nagyon nehéz, mondja felkészítő szakértő. De lesz kihívás bőven ezen kívül is. Van egy nagyon fontos tapétázási rész, amiből itt is most lehet ízelítőt látni. Annak is van egy borzasztó nehézsége, mert soha nem tudjuk, milyen tapétát kell fölragasztani, nem tudjuk a körülményeket, tehát ez egy nehéz dolog. Van egy dizájn feladat, ami a legmagasabb pontot ér. Gyakorlatilag a versenyzők kapnak egy A4-es rajzot, milliméter pontosan az alapján föl kell szerkeszteni a falra a feladatot, majd kifesteni. Van egy sablon része is, egy sablon technikát kell fölmaszkolni. Sorolja a szakmai kihívásokat a szakember. A pécsi előválogatón 10 voltak, közülük 5-6 versenyző jut be a budapesti döntőbe. A végső győztessel pedig egy 6 hónapos felkészítést végeznek, ahol a szakmai tudnivalók mellett pszichológus is foglalkozik majd vele, hogy a versenyhelyzet okozta mentális nyomást kezelni tudja, mondták el az előválogatón. Karácsonyra már szinte teljesen megteltek a balatoni szállodák, a szilveszteri foglalásokkal egyelőre kivárnak a vendégek. A hotelek ünnepi menüsorral, óév búcsúztató programokkal is készülnek. Elsősorban családok, kisebb társaságok érkeznek, akik jellemzően 3-4 éjszakát töltenek a szálláshelyeken.
Folyamatosan készültek az ételek, nagy volt a sürgés forgás ennek az Amárdi szállodának a konyháján szombaton. A decemberi hétvégéken gyakorlatilag teltházzal üzemel a hotel, de az ünnepekre is folyamatosak a foglalások. Jellemzően családok érkeznek majd pihenni, és 3-4 éjszakát töltenek a szállodában. Ami még nagyon népszerű a karácsony mellett, nálunk az a két ünnep közötti időszak. Ezek az időszakok jelenleg a karácsonyon 90% fölött van, és 80% fölött van a két ünnep közötti időszak. Viszont a szilveszter az teljesen eltér ettől. Azt gondoljuk, hogy nagyon utolsó pillanatos foglalások lesznek, és ott jelenleg ilyen 30% körül állunk. Gyermekzsivajtól volt hangos a játszóház ebben a siófoki szállodában, amely szintén teltházzal üzemel ezen a hétvégén is. Karácsonyra már alig akad néhány szabad szoba, a szilveszteri foglalásokkal azonban itt is kivárnak a vendégek. Jelenleg 50%-os a telítettség. Korábban jellemző volt, hogy jó időre előre bebiztosították a vendégek a foglalásukat, utalványokat vásároltak, megtették a foglalásokat hónapokra előre. Most azt tapasztaljuk, hogy ha meg is veszik az utalványt, akkor is lehetőleg egy közeli időpontra foglalnak, sok esetben az adott hétvégére, vagy a következő hétre, tekintettel arra, hogy folyamatosan figyelik ők is a járványügyi korlátozásokat, kormányzati intézkedéseket. A balatoni szállodák karácsonyi hangulattal ünnepi menüsorral, valamint szilveszteri programokkal is várják a vendégeket. Az üzemeltetők abban bíznak, hogy a következő hetekben is folyamatosak lesznek a foglalások, és teltházzal búcsúztathatják majd az új évet. Végül mutatjuk újra Tolna megye legfontosabb híreit. Ajándékcsomag az időseknek, több mint 4700 szépkorúnak tették szebbé a karácsonyát Szekszárdon. Fejlesztések Tolnán 184 millió forintot nyert a város önkormányzata utak és járdák rekonstrukciójára. Börtönben az embercsempész 97 migránst akart Nyugat-Európába szállítani, Dunaföldvárnál fogták el. Karácsonyi nagykövet adta át az ajándékot, az egyszülős családokat támogatták. Szerdán is frontmentes idő ígérkezik, többnyire erősen felhős vagy borult éggel. Időnként és helyenként elvékonyodhat, felszakadozhat a felhőtakaró, de legfeljebb csak rövid időszakokra bukkanhat elő a nap. Számottevő csapadék nem hullik, gyenge vagy mérsékelt marad az északias irányú légmozgás. Éjszaka helyenként lecsökken a felhőzet, így kötfoltok is kialakulhatnak. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!